Itt vagyunk Márkkal a harmadik Starveren. A videót támogatta. Sziasztok! Itt vagyunk Márkkal a harmadik Starveren. Sziasztok! És a juhu. Juhu? Ne, nagyobb beleéléssel. A harmadik Starver! Juhú! Még gyakorolnod kell, hogy jó közönség legyél. Újra eljött... Ne gyere az arcomba. Újra eljött az idő, hogy jó dolgokat építsetek. Ezúttal viszont kitaláltam valami célt is a dolognak. Szerintem unalmas lenne a harmadszorra is ugyanazt eljátszani, hogy építsetek bármit, bárhova. Hanem legyen valami küldetés, vagy valami cél. Úgyhogy hullámvasutat fogunk, illetve fogtok építeni. Ez itt a kezdőhely, innen fog indulni a sín, és így szépen végig fog menni a Telke-Kencsiga vonalban, arra, aztán oda, aztán oda, és ti ezekre építhettek bármit. Tehát nem feltétlenül kell csavusabb állványokat építeni, lehet bármit. Na, egyébként onnan lehet tudni, hogy merre halad a kocsi, hogy ahol belép a telekre, ott van a gyorsító, ahol kimegy, ott pedig a sín. Tehát erre a telekre itt jön be, és ugye itt megy ki, a másikra meg itt jön be, és így tovább, szépen csiga vonalban. Ha följöttök a szerverre, úgy tudtok telket venni, hogy beírjátok, hogy per plot auto. És akkor megkapjátok automatikusan a következő telket. Rajta is lesz a nevetek, mindenki egy telket tud venni, és nem tud hozzá senkit adni, tehát mindenki csak a saját helyén épít. És igen, mivel csak 10 slotos a szerver, ezért azt kérem, hogy mindenki csak addig legyen fönt, amíg megépíti. Tehát, hogy legyen hely másoknak, mint az eddig is tervelekem. Jó, ha bármi gond van, akkor Márkot lehet piszkálni. Van egy e-mail cím, az ott lesz a leírásban, illetve azt mondta, hogy megadhatom a Skype címét is, úgyhogy oda lehet írni mindenféle spamet. Ide leraktam egy rakásblokkot. Ugyanis semmilyen parancsot természetesen nem lehet használni, de ha valaki mégis szeretne, mit tudom én, ilyen kommandokkal díszíteni, az ide jön görgő, nem ilyen, kontroll és görgővel így le tudja másolni. És akkor tud vele építeni. Van itt barrier is. Igen. Meg mindenféle fejek. Igen, van az a vördös dolog, ha esetleg valami baki történne, és egy ilyen világban találjátok magatokat, egy ilyen szűk szobába. Ez valami bug, nem tudtunk vele mit kezdeni, úgyhogy van itt egy szoba, és bármelyik táblát lehet használni, mindegyik a Starverre visz. Ja igen, hát természetesen nem így indul, hogy csak úgy vesztek egy telket, regisztrálni kell, de talán ezt nem kell mondani, hiszen ti szoktatok szerverkel játszani. Per regiszter, és kétszer a jelszó. Sok telket összekötöttünk sinnel, de hogyha mégis addig eljutna a dolog, hogy itt én azt hiszem erre van egyébként az utolsó. Nem, még se keresem meg. Tehát, hogyha eljutnátok odáig, hogy nem vezet hozzátok sin, akkor tudjátok nézni a mintát. Tehát, hogy akkor nagyjából honnan fog majd bejönni, és akkor majd oda fogjuk kötni, meg merre fog kimenni. Illetve Márkot is lehet ezzel piszkálni. Természetesen az alapvető illemszabályokat és netikettet azért illene betartani. Tehát nem építünk csúnya dolgokat, meg rasszista dolgokat, meg fajellenes dolgokat, meg gyűlöletkeltő dolgokat, és a satöbbi, tudjátok. Minden oldalra ki van írva. Igen, Márk lesz itt a rendőr, úgyhogy ha valaki rosszalkodik, ő fogja őt kirúgni. Igen, szigorú, úgyhogy... Úgyhogy nem tudom, hogy tervezed, fogsz-e figyelmeztetést küldeni, vagy figyelmeztetés nélkül? Márk. És megszakadt. Jó. Hát... Úgy látszik, valami olyan durvát akart mondani, mint a Skype sem írt. Oké. Jó, majd egyszer sikerül visszajönni talán. Sok dolgot természetesen letiltottunk, nem lehet entitásokat lerakni. A reston nagy részét. Reston blokkot azért lehet, hogy tudjatok gyorsítósinet lerakni, tehát hogy ne álljon meg a dolog. De természetesen, hát próbáltunk mindenre gondolni, de hogyha valaki megtalálja a módját, hogy hogyan lehet tönkretenni a szervert, hát ez természetesen örökban, szóval nem érdemes ezzel szórakozni. De természetesen, ha valaki észrevesz valamit, nyugodtan szólhat, tehát jöhetnek a építő jellegű dolgok, nem csak a panaszkodások.
Hát tulajdonképpen már mostantól fog futni, így a felvétel után, most ezt így csütörtök este veszem föl, és egészen vasárnap estig fog ez menni, majd valamikor, terveim szerint 10 körül leállítom. Eszembe jutott egy tök jó ötlet. Mondjuk 10-kor whitelistre állítom, úgyhogy akik még fönn vannak, azok gyorsan be tudják fejezni, aztán valamikor majd később pedig leállítom. Ja, ez jó, ez tök jó, nem? Ja igen, még egy nagyon fontos dolog. Ha megvesztek egy telket, akkor itt látjátok, hogy megváltozik a széle, tehát ez még nincs megvéve, ez kőből van a széle, ennek pedig ilyen homokkőből van a széle, de ezt újra rakja, tehát itt a sínek a szélén, ezek így lecserélődnek, amit most már szemléltetni fog, de még nem mondtam, mindegy, most már látjuk, tehát így szépen lecserélte. Viszont... Hát ez tök mindegy, hogy mire, a lényeg, hogy lecserélte, ezt viszont ti nem tudjátok szerkeszteni, tehát csak a kerítésen belül tudtok építeni, de ne ijedjetek meg, ezt már vagy én ki fogom javítani felvétel előtt. Ja igen, ugyanis még azt sem mondtam, de hát szerintem egyértelmű, erről természetesen fogok csinálni egy videót, ott majd beülök a kocsiban és szépen végiggurulunk. Akkor ennyi, remélem nem felejtettem el semmit. Mindenkinek jó építkezést kívánok, valószínűleg sokan lesztek, tehát legyetek türelmesek, meg hát nincs garantálva, hogy mindenki felfér, sajnos most ekkora szerver jutott, illetve ezúttal is ekkora szerver jutott, hát majd talán egyszer lesz nagyobb is. Szóval még egyszer mindenkinek jó építést, amit kifelejtek és eszembe jut így utólag, mindent ennek a videónak a leírásában megtalálok. Ha bármi kérdésetek van, akkor először gyertek ide ehhez a videóhoz a leírásba, itt is vannak táblák, emlékeztetők, hogy ott lesz minden leírásban, az lesz a központ. Ha ott sincsen meg a válasz, akkor lehet Márkot piszkálni. Márk pedig majd hanyat homlok rohanni fog, hogy csak hogy nektek válaszoljam. Akkor jó szórakozást, a kézikönyv óvjon! Sziasztok!